Szeretettel köszöntjük a Szimpatika Facebook nézőit. Ez egy sorsolás a Szimpatika magazin 10 éves évfordulójának alkalmából. Jó magam, Küttel Dávid vagyok, az Apa szemmel rovat apája, és itt áll velem főszerkesztőnk Kalmár András és Szentkuti Niki alapfelelős szerkesztője. Nikit megkérem, hogy sorsolja ki a nyereményeket a 10 kvíz játék alkalmából. Segítségére lesz Várszegi Zsolt helyettes közjegyző, akit majd utána megkérdezzük, hogy szabályosnak találta-e a sorsolás menetét, úgyhogy Niki, te menj sorsolni, és közben Andristól megkérdezném, hogy mik a nyeremények. Ez egy olyan kvíz volt, hogy egy kicsit el kellett menni a múltba, egy kicsit szét kellett nézni a szimpatika.hu-n, és beleásni a kedves olvasóknak magukat a korábbi anyagainkba. Na, és akkor nézzük a nyereményeket. 10 darab páros belépő ide, a Hagyományok Házába, méghozzá valamelyik 2019-es rendezvényre, itt a Budai Vigadó felújított épületében lesz ez, és 10 darab páros belépő az újonnan nyíló Nemzeti Táncszínházba, hát ez még ugye alakulga, de az biztos, hogy egy-két hónapon belül már beköltözhet a Nemzeti Táncszínház is, és ide valamelyik, illetve a nyitó előadások valamelyikére szintén 10 darab páros belépőt sorsolunk ki. Köszönöm, András, és ugye mivel itt a megújult Budai Vigadóba visszaköltözött a Hagyományok Háza, kérem szépen Tucsni Annát, osztályvezetőt, mutassa be a termet, hogy hol állunk, illetve hogy a Hagyományok Háza a közeljövőben mivel várja a kedves érdeklődőket. Andrist felmentjük, és közben mehet sorsolni esetleg. Anna, mivel várjátok a érdeklődőket? Szép jó napot kívánok mindenkinek én is, és üdvözlök mindenkit így, ha kicsit virtuálisan is, de a Hagyományok Házában. Most a teljesen megújult Kalóz Zoltán kiállítóteremben állunk, Makoldi Sándor hagyatékából nyílt egy kiállításunk múlt hét csütörtökön. A kiállítás decemberig lesz járható, Makoldi Sándor néprajzkutató, festőművész, nagyon közel állt a népi kultúrához, és a festményeiben visszaköszönnek mindazok a népi ihletettségű vonások, illetve motivumok, ami mindenki számára akár a népmesékből, akár a népi művészetből visszaköszönnek. A kiállításokon túl mi a Hagyományok Háza küldetése? Még milyen színes programokkal, oktatásokkal álltok majd a jövőben az újonnan megnyílt Budai Vigadóba a látogatók elé? Szép lassan minden programunk visszaköltözik ide a Budai Vigadóba. A kézműves műhelyekben a kollégák már el is foglalták helyüket, és elindult az oktatás. A legtöbb tanfolyam most már itt elfoglalta méltó helyét, a bőrműves műhelyben, a nemezelő műhelyben, vagy az ékszerkészítő gyöngyfűző műhelyben. Az aprók tánca foglalkozás és most már minden pénteken itt lesz a velünk szembe levő halmosteremben, illetve birtokba vettük a színháztermet, úgyhogy most pénteken például Mátyás király emlékév tiszteletére megrendezett gálaműsoron várunk mindenkit szeretettel a Magyar Állami Népi Együttes előadásán, illetve szép fokozatosan minden programunkat visszaköltöztetjük, úgyhogy például október 27-én a Magos Zenekar koncertje a Mesterek és Tanítványok sorozatunkban lesz látható a színházteremben. Lehet, hogy sokan megkérdezik, miközben a Hagyományok Házának az egészségügyhöz. Van esetleg olyan programotok vagy sorozatotok, ami kapcsolódik esetleg valamilyen módon a gyógyításhoz? Így van, a népi gyógyítás sorozatunk, ez, ha jól tudom, havonta egyszer van körülbelül egy-egy alkalma, és az előadók az egyes tájegységek kapcsán járják végig, hogy milyen régi népi gyógymódok voltak, hogy ez a mai világban mennyire élhető és tartható, illetve hogy visszanyúlunk a gyökereinkhez ezen a területen is, és próbálunk segítséget nyújtani abban, hogy hogyan is csinálták ezt eleink, őseink. Nagyon jó, úgyhogy akkor a szimpatika olvasókat arra buzdítjuk, hogy akit érdekelnek a népi gyógymódok, azok látogassanak el majd ezekre a programokra. Nézzük a sorsolást, köszönjük! Tehát akik páros belépőt nyertek a Hagyományok Háza 2019-es programjaira, ők nem mások, mint Csehiné Pusztai Szilvia Budapestről, Varga Ágota Budapestről, Vincéné Husi Magdolna Berettyóújfaluból, Nagy Gabriella Sárospatakról, Tibai Marian Paksról, Nagy Miklós Jánosné Mosonmagyaróvárról, Szám Zoltán Tatabányáról, Dandi Lászlóné Nagykőrösről, Balogné Fekete Gyöngyi Szolnokról és Kócián Józsefné Budapestről. Gratulálunk nekik! És a másik sorsolásunk eredménye, akik pedig a páros belépőt megnyerték a Nemzeti Táncszínház nyitó ünnepségére, Csányi Klára Nyíregyházáról, Drozdikné Rózsi Terézia Kecskemétről, Nagy Ibolya Budapestről, Rizsánné Földi Hajnalka Békés Csabáról, Dany Zoltán Miskolcról, Pócek Éva Pécsről, Marinov Tamara Budapestről,
Nagy Doris Budapestről, Kovács Enikő Budapestről és Hatonyiné dr. Vozák Márta Fótról. Gratulálunk nekik! Köszönjük szépen Nikinek. Közben Zsolt, hogyha velem jön Várszegi Zsolt közjegyző helyettes, akkor megkérdezném, hogy szabályosnak találta-e a sorsolás menetét? Az előttem folyó tények tekintetében mindent rendben találtam. Köszönjük szépen, akkor továbbra is játszanak velünk, és akkor találkozunk jövő hónapban a Nemzeti Táncszínházban.